Sziasztok, kedves barátaim! Üdvözlöm benneteket! Folytatjuk a mai témánkat. Ma nyugodt elme nehéz helyzetekben is. Erről fogunk beszélni egy kis intro után. Hát sok információt szoktunk kapni utóbbi időben, egyre szomorúbb híreket kapunk, és mondhatjuk, hogy minden oldalról bombázva vagyunk, maradj otthon, rosszabb a helyzet, ami igaz, és igaz, és több szigorúság van, de hogyan kell úgy élni, hogy most ember ne stresszeljen, hogy ne legyen depresszióban, mert nagyon sokféle, hát így bombázva vagyunk információkról, betegségek, mindenféle kórházok, karantén, egyre több beteg van egyik országban, másik országban, Magyarországon, akkor van sok halott, több milliárd ember karanténban van most a világban, és akkor természetesen, mikor mi benne vagyunk, akkor be fogunk stresszene, beizgulunk, kilátástalanság fog történni, mint például, mikor mi megyünk valahova, sietünk autópályán, és hirtelen nagy dugóba kerülünk, kilátástalan, akkor beizgulunk, stresszeljünk. És nem tudjuk, mit kell tenni. De hogyha mi ugyanazt a dugót például látjunk föntről, nem ott benne vagyunk, hanem föntről látjunk a dugót, akkor nincsen ránk hatás. Szóval van olyan lehetőség, hogy ez a helyzet, amiben mi bekerülünk, amitől egy szempontból nagy stresszbe tudjunk kerülni, és szenvedni, akkor ezt tudjunk máshogyan is látni. Na most mi történik? A történik az, hogy az az információ, amit mi állandóan kapunk az elmébe, a nehéz helyzetekről, az úgymond mondjuk mérgező, vagy inkább mondjuk, hát mérgezést okoz az elmébe. Mentális mérgezést, és akkor mi nem tudjuk megemészteni egy idő múlva, és akkor kész, akkor kezdjünk izgatott lenni, és hogy tovább. Szóval mit kell csinálni? Fontos kapni másféle információt is, ami segíti, ami egészséges információ segít nekem megemészteni a helyzetet. Például egyik az, hogy most én nem hatok erre a szituációra. Én nem az én hatáskörömben van. Ugyanúgy, amikor én ott vagyok a autópályán, és akkor amikor próbálok, miért nem tudok menni, akkor csak dühösebb leszek, meg idegesebb. De mikor elfogadom a helyzetet, jó, most ez van, előbb-utóbb valahogy ki fogok jutni, előbb-utóbb megszűnik, nem fog örökké tartani, akkor már rögtön megnyugszok. Szóval, amikor én kezdek nagyon azonosítani magamat a helyzettel, akkor nagyon fogok szenvedni. És képzeljünk el, most csak egy kis vírus van itt körülöttünk a világban, de a halálpillanatban ugyanaz van. És halálpillanatban nagyon fontos, kiegyensúlyozott híg elmével rendelkezni, mert nagyon sokat számít, hogyha én tudok kezelni az elmémet halál pillanatban, akkor mi lesz a következő születésem vagy lépésem, mikor elhagyom a testet. Ezért most van egy tréning, szóval ez egy hasznos dolog, amiben most vagyunk ebben a szituációban, ez egy tréning. És egyik az, hogy most egy ilyen helyzetben vagyok, ahol nem az én hatásköröm alá tartozik a helyzet, hanem vannak felsőbb erők, amit kontrollálják és irányítják helyzetet ezen a bolygón, a Földön, és akkor elfogadom,
megteszem az, amit tőlem telik, amit én meg tudok csinálni, amire én tudok hatni. Például próbálok maximálisan óvatos lenni, meg tisztaságot, meg fertőtlenítést, minden, ami előírja az állam és a helyzet, azokat betartom, de információt kezdek tanulni, szerezni, hogy igen, keresek, tanuljak egészséges információt, hogy ne azonosítjak magamat a helyzetemmel, és amikor kapok ezt az információt, tanulmányozok, akkor ez erőt fog adni az elmémnek, intelligenciámnak, hogy meg tudjak emészteni a kialakult helyzetet. És megnyugszok. Egyik a fő tanítás az egésznek, hogy például én nem vagyok ez a test, és semmi nem, velem nem fog semmi történni, én nem fogok megszűnni, létezni, én nem fogok meghalni, én örökké fogok élni, és lélek vagyok, és már is sokkal könnyebb. Szóval nagyon fontos, hogy ne csak a világ híreket nézünk, ami fontos képben lenni, mi történik, hanem tanulmányozni kell. És akkor a tanulmányozásban például itt van a Bhagavad Gita, egyik nagyon erős forrás, tudásforrás ahhoz, hogy meg tudjunk emészteni a problémákat az életünkbe, és egészségesebb élni az életet ebben a kiegyensúlyozott, vagy kevésbé kiegyensúlyozott helyzetben. És ezt gyakorolni kell próbálni. Ezt én most elmondtam, múltkor beszéltünk a pranayamáról, ha emlékeztek, a légző gyakorlatokról, akkor lehet így, leülöm, csinálom légző gyakorlatokat, megnyugtatja az elmémet, és akkor most próbálok táplálni tudással az elmémet. Nagyon fontos. Megfelelő tudás, hogy megemészem ezeket a toxinokat, mentális toxinokat, akik kialakultak az elmémbe ettől a helyzettől. És ne aggódjunk, minden rendben lesz. Ugyanakkor. Nagyon hiányolom benneteket itt Krisna völgybe, hogy zárva kell tartani, annál nyitva vagyunk, de én nagyon remélem, hogy hamarosan offline vagy fizikálisan itt fogunk találkozni Krisna völgyben. Gyertek, amikor vége az egész epidémiának, akkor gyertek el ide, itt lehet jól meditálni, és addig maradjunk kapcsolatban online, majd folytatjunk következő alkalommal, a következő témával. Lájkoljátok a videót, ugyanakkor iratkozzatok fel a csatornára, és legyitek boldogunk, kiegyensúlyozottatok. Köszönöm szépen, minden jót kívánok! Hare Krishna.